Hogy milyen a Thalia versus esetleg Kindred. Tehát, hogy Fallen Angel pedig láttuk Kindredezni. Mondjuk, aki még bent van és nagyon erős, megmutatta magát Nocturne. Ugye, beszéltünk is, a kezdeményezési lehetőségei eléggé tágak, ráadásul nagyon nehéz lekövetni az érkezését. Olyan szempontból jobban tetszik ez a Nocturne választás, hogy egyrészt jobb kezdeményezést ad, másrészt ugye Thaliának a földlökése azért eléggé meg tudja tréfálni mondjuk a békeszigetében csücsülő emberkéket, tehát ki lehet onnan lökni. Míg ugye ezzel szemben ráadásul Nocturne-nek van ugye egy mágikus pajzsa is, ami szintén hasznos lehet. Tudod, mit szeretnék látni? Egy Thalia dzsungelt és egy Gragas felsősvényt. Mert hogy ugye a hordónak a lökés hulláma is beaktiválja ezt a feltépet földet. Na mindegy, ne haladjunk ennyire előre, ott van egy... Shen Nocturne combo, ez már tetszik. Már itt látunk valami összjátékot a kriptek oldalát. Shen vagy Nocturne. Nem, inkább Shen-turn. Ez jó, mint a Camilio, azt is elveg én találtam ki annó még régen. Aztán átvette mindenki. De ez a Shen-turn, ez nekem tetszik. Hentes turn. Na jó, abba hagytam. Szóval az a lényeg, hogy lesz két igen jó karakter együtt. Ugye Nocturne be tud ugrani, vele együtt érkezik a Shen. Értitek ti is a amúgy kombót. Ezzel a kombóval nyert, ugye a zenetet említett Camilio működése nagy szerepet játszott, és itt megint egy kombót hoznak, lehet jót tesz ez a Quicktech-nek. Ha még jönne mellé egy Galio is, na az elég atom lenne. Meg egy Camille, meg mi, na jó, mi legyen az már még? Túlzás. Nem, hát Camille nem jöhet már, akkor a felső ösmére kit küldesz. Bár mondjuk Shen lehet támogató. Shen egyébként lehet támogató is, ha már itt vagyunk, de szerintem az egy kicsit túl sok lenne. Igen, Shennek egyébként a kardja, hogyha áthúzod az ellenfeleken, most már kevesebbet lassít. A játék korai szakaszában. Későbben ugyanannyit. Igen, ez ugye főleg azért a támogató Shenneknek egy ilyen gyengítés, mert legjobb tudomásom szerint ők ugye az árnyékugrást, vagyis az elképességét szokták fejleszteni, és akkor ne legyen már annyira nagy a habzsidőzsi. Így csak 15%-ot lassít például első szinten, és no, ez de is Mundo! Lesz. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy egy támogató Shent láthatunk, mert Mundót elég nehézkes támogatóként játszani. Mm-hmm. Úgyhogy én azzal kezdtem a játékot, de ez már személyes probléma. Punch viszont megkapta azt, amivel nagyon szeret lenni, és lehet, hogy ezzel meg is van az alsó ösvényünk. Morgana még ugye jöhet középső ösvényre, megnézzük, hogy lesz a Johnnak a választása, bár meglepődnék. Azért a Galio tiltás ott van Johnnal szemben, látszik, hogy az X25 nézte a hétfői mérkőzéseket. És két felső is tiltás meg a Quicktech-től. Nem véletlenül. Aatrox. És még Golden Toast-ra egy Jhin. Mi marad Golden Toast-nak? Mit fog tudni használni? Mi jó, ami Shen-nel működőképes? Ez a Jhin amúgy pont olyan lett volna, ami Shen-nel kifejezetten jó. Vagy benn van rengeteg minden. Nekem most van egy kis elméletem, hogyha Jhin-t bannolták. Akkor itt más lesz Gabanónál? Nem egy Morgana? Na most azon gondolkozom, hogy igazából mi értelme volt ennek a Jhin-tilt. Ugye Jhin nem túl jó a tankokkal szemben, ezt tudjuk jól, illetve Joe is játszott Jhin-nel hétfőn, az nem igazán működött a legjobban. A probléma az volt, hogy nem volt konzisztens sebzése így lövészként, főleg a Mundóval szemben. No de Lucian azonban már egy fokkal életképesebb. Ugye ő sem feltétlenül a legjobban skálázódó lövész. Oké, hogy a mostani tárgyváltozások is érintették, például olcsóbbak lettek a crit tárgyak, de ugye ő valószínűleg amúgy is letaszított királykardját és fekete hasi tobárdot fog hozni. Meg azért kellett szerintem, mert Morgana az ellenfélnél. Illetve még ott a Thalia is. Tehát mindkettő probléma alól ki tud csúszni. És ez sokat segít majd így az életben maradáshoz. És úgy néz ki, hogy Baxának megvan az Orianna választása, ezért nagyjából kiesik a Morgana, mint lövész, és tessék ott a Camillod. Ezúttal felső ösvényem, hogyha ezt valóban kiválasztja az X25. Mondóval szemben, hogy nem rossz. Igen, elég mozgékony. Tudja zárni, és nem tud elfutni a világ végére. Igen. Bár nem tudom, hogy ki járna jobban. Annak ellenére, hogy Mundo tank eléggé nagy taslikat tud kiosztani. De ott van azért egy Thalia. Tehát Thalia elől nem lesz egyszerű elmenekülni. Pán ugye, hogy le is tudja fogni. Nagyon sok előkészítése van Thaliának. Mármint, hogy a Thaliához. Ott van Morgana, ott van ugye Punch-nak is egy kis segítsége. Nyilván a kábítás. Ráadásul vonzás hullám is vonzás össze tudja rántani az embereket. Nagyon-nagyon sok minden. És megint ez a Thaliára építés, ezt láttuk, hogy már bejött. Na, azért. Na, ez már tetszik.
Régi nagy kedvencem, egyébként az LCK-ban is választották a mai napon. Most meg nem mondom hirtelen, hogy melyik mérkőzésen, de... Jöhetnek a homokkatonák. Kezd ő is valamelyest visszatérni. Ugye ez többek közt annak is köszönhető, hogy Orianna hirtelen felemelkedett. És hát ha már ő tudja mozgatni a kis gömbjét, akkor miért ne válaszolhatnánk arra katonákkal, hogy ne kelljen test közelbe menni. Ilyen szempontból jó. Illetve ne feledkezzünk meg arról sem, hogy... Ezzel a császári falangszal elég sok kezdeményezést meg lehet szakítani. Például, hogyha már ugye látod azt a jelzőt, hogy páncsa közelben van azzal a pálykkal, ezzel is vissza lehet őt dobálni, vagy akár... Frízit ugrás közben, puff! Igen, akár azt is, tehát hogy azért sok lehetőség van ebben. Nem beszélve arról, hogy mondjuk egy jó ilyen kis surimuri után, miután visszalöktél valakit, arra is érkezhet mondjuk egy Shen, vagy igen. Nocturne is beugorhat. Tehát ilyen szempontból eléggé mozgékony a kliktek, és ez nekem tetszik. Az viszont még mindig probléma lehet az X-25 oldalán, hogy nekik pedig egy első osztályú csapatharcos kompozíciójuk van. Annak ellenére, hogy nem a legszokványosabb ez az összeállítás. A vonzás hullám elég sok mindent elő tud készíteni, tehát az ugye biztosítja a csapatharcok sikerességét valamelyest. Kalujiji rengeteg területi sebzést tud kiosztani, de ha ne adj Isten, egy-egy embert kell elkapni, akkor arra is ott van Freezy, Gabano és Pange is. Így van, eléggé végzetes itt a felhozattal. Lesz, a Kriktek csapatjátéka most így jó, egész konzisten. Tehát ott is ott van, a korai szakaszban meg kell fogni Karu GG-t, és Fallen Angel ezt folyamatosan kell csinálni. Tehát nem lehet egyszerűen csak úgy otthagyni, mert ha Karu GG elkanászodik, akkor ott vége a mérkőzésenek. Darkrai fogja tudni tartani az ösvényt, tehát itt váltott ösvénytolás nem lesz, valószínűleg vagy legalábbis nem túl sikeresen. Mistrianra nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni működni ezzel a Shennel. Tehát, hogy a Shenhez nagyon jó csapatkommunikáció kell, ráadásul ilyen egy helyen gondolkodás, nem szabad fölöslegesen elhasználni, és alapvetően amúgy az alsó esélyes Golden Toast-tal sem rossz. Tehát, hogy Golden Toast is tud elég közel kerülni egy ellenfélhez, közelebb csúszik, érkezik közben, hogy esetleg Mistrián, és már is jön a felbőszítés. Tudod, milyen furcsa egyébként, hogy Braum egyáltalán nem került se választásra, se tiltásra, pedig ugye Lucian Braum azért az eléggé legendás, de nyilván így a globális jelenlét erősebb tud lenni ezzel a felállással, és ha már felállás, akkor nézzük is meg ezt a második mérkőzést a mai napon. Kék oldalon az X25 eSports, piros oldalon a Kliktek, és hát hamarosan választ kapunk minden kérdésünkre, amit itt a hősválasztás alatt feltettünk. Teleport továbbra is látható az egyik oldalon, ugye a lövészeknél, ez ugye nem más, mint Gabano, és rögtön 5 emberrel jön az X25, egy igazi cheese taktika, nem véletlenül, hiszen ott van a Morgana. Érdekes, hogy Gabano igen, mivel jött ki, de nem is csak a Morgana, azért Freezy is tud bőven sebezni, ráadásul Pange. Az, aki még be is tudja húzni sejtik. Az ellenfelet. Egyáltalán nem sejtik. Nem, Golden Toast most észreveszi el, és indul visszafele. Megpróbálnak, sőt, ebből inkább csak egy mély őrszem lesz Gabano részéről. Hát ez elég nagy csalódás volt, ebből többet is ki lehetett volna hozni. Hát de mit csinálsz, előre villansz? Hát nem tudom, de talán várhattak volna tovább a bokorban. Golden Toast-ot, nem választott még képességet, a csúszást is kiválaszthatta volna, és akkor rögtön lehetett volna menekülni. Mistrián hasonlóképpen ugye felbőszíteni területi szinten. Azért ez egy túl rizikós történet lett volna, hogy csak így ez tény is való, csak így, ha már megindult a köten, amit nem annyira gyakran látunk, én egy picit több agresszióra számítottam. No, se baj, felállnak az ösvények a majd megszokott helyükre. Majd középen agresszívoskodnak. Glebis John és Baxa párharcára kíváncsi leszek. No igen, hát a középső ösvényen én is nagyon kíváncsi leszek arra a bizonyos Azirra. Kalu közben a vörös szeder hátján kezd, és már repeszt is tovább az északi részbe. Ugye ezúttal itt nem lesznek jelzők, hiszen nincsen kindred a mérkőzésen. John pedig egy korai ösvénytolást tudott eszközölni. Ezt egyébként Baxa az első pár szinten azért érezni fogja, de azt is hozzá kell tenni, hogy Johnnak mindez eléggé sok manába kerül, nem olcsók ezek a katonák, meg kell fizetni a zsoldjukat. És hát a két dzsungeles egyelőre teljesen átellenesen mozog. Na, mind a ketten elhoznak egy-egy sutyarákot. Alsó ösvény agresszivitás, Mistriálék csapkodják egymást. Gabano az, aki talán kicsit rosszabbul jött, és ez a kettes szint, ez Golden Toastéknak nagyon kedvez. Igen, a kettes szintű Power Spike, amit
Cutie Pie is mindig kiemel Lucian-nél. Hát ugye ezzel szemben Gabano maximum annyival erősödik, hogy hát legalább tudja most már az ösvényt tolni, és ugye mellette akár egy-egy lekötést eszközölni. Már lehet, hogy pajzsal kezdett a második szinten. Minden esetre a harmadik percben nem történt túl sok agresszió. Természetesen a dzsungelesek is inkább a farmra koncentrálnak. Amit említettünk ugye, hogy figyelni kell majd Kalóra. Ez olyan szempontból fontos, hogy Fallen Angel... Nem látja. Nem bizony. Na, most lehet most indulni. Mennek be, megvan a kábítás, vissza is lehetne rökni. Egy villanás már biztos kiszed, meg is van a villanás. Kalu viszont megevett egy torony sebzést. Ez még nem elég ahhoz, hogy elmeneküljön onnan. De szép volt így a korai támadás. Fallen Angel viszont azonnal nekilát, ugye a másik oldal dzsungel takarításának. És pont erre akartam egyébként kitérni az akció előtt, de nem biztos, lehet baj, tudok. Néz ki, hogy érkezik. Volt Mundo, nincs Mundo. Freezy, még figyelni kell. Gabano viszont villannia kell, mennek utána. Rajta kecsegés megvan, viszont a lekötés is, Mistrial is belehal. Lövész egy támogató ért, bár ugye ez ilyen felemás történet. Punch-nak a sebzésére is figyelni kell. Fallen Angel viszont itt van, de megérkezik a teleport. Ugye a teleport előny ott van az X25-nél. Igen, illetve a szintelőny is megvan jelenleg Fallen Angel-nél, szóval ezt akartam befejezni, hogy ugye valahogy vissza kell fogni Kalu GG-t, viszont Fallen Angel-nek más dolga is akad, többek közt egyrészt nagyon gyorsan kell farmolni ahhoz, hogy minél hamarabb elérje a hatos szintet, ugyanis Taliával szemben Nocturne rajtaütései a hatos szint előtt nem ennyire hát erősek vagy hasznosak, mint mondjuk egy Talia. Középső ösvényen azért lehetne valamit alkotni. Baxának nincs túl sok életereje, de Kalu is itt van a közelben. Igen, hát megy az adok-kapok. Rálátása viszont egyik midesnek sincs. Ajaj, nincs őrszem. John bajban, Kalu megy. Kalu még mindig megy. John még mindig nem vette észre. Még mindig nem. Páncs is igen említetted, és hát hárman simán meg lesz. Villanás, ide vagy oda, visszahúzzák. John bajban van, Baxát még meg lehet ölni, gyógyítás kijön. Johntól is mindenki jött. Baxa bevállalta, bement oda nagyon előre, nem kellett volna talán. Punch és Kalu bőven elég volt. Végül ugye Kalu gazdagodik ebből a rajtaütésből, meg hát Punch igen. Punch szépen indított, amit kiemeltél a bizonyos bóklászásokkal, azt ezúttal is természetesen hozza a kötelezőt, ha lehet ezt így mondani. Már is van egy gyilkossága is, egy támogatása is. Ezen a mérkőzésen. Na, gyengített Mundo, ugye? Mundo is egy kicsit gyengít veled, nem sokban, de hogy nem fog tudni már ingyen farmolni. Ugye, ha meg is öli a minion-t, a bárja, akkor is csak ugye 80%-át kapja vissza az értékének, ezáltal ugye... Csak. De csak. Idézőjelben, de igen, azért de ez számít. Igen. Hosszú távon sokat számít. Nyilván. Az ingyen farmás az általában nem szokott tetszeni a Riotnak, ugye? Hát egész sokáig bennhagyták ahhoz képest, konkrétan hosszú évekig. Na nézzük, Kalu megint szeretné büntetni, és Fallen Angel egy őrszemen van, de a falon át na, nem hát, tudja dobni őt. Ez nem nyert, mondjuk ennél jobban nem jöhetett volna ki Kalu. Feltépett még, földet, itt nem tudta kihasználni. Még mindig nincs meg a hatodik szint Mistrial, az aki megy agresszív, a Punch-nak kell menekülnie, nem sikerül senkit eltalálni, és sőt, beúzni sem. Golden Toast az, aki időközben halálnyugodtan farmol. Elé ment a csontnyárs, John és Baxa állandóan harcolnak egymással, Baxának viszont szint előnye van. Ez többek közt a felgyülemlett minion hullámnak, illetve ugye a gyilkosságból szerzett tapasztalatnak is köszönhető. Ott a sötét pecsét, meg ugye a romlás ital, ez a kettő szokásos kombinációja, ezáltal ugye jobban bírja ezt a középső ösvényes harcolást talán Baxa. Illetve neki lesz majd hamarosan egy stopper órája is. Meg van villanása, tehát hogy ezért is mehet agresszióra, John nem rendelkezik egy ilyen luxussal. Neki viszont van mozgékonysága a képességeinek köszönhetően. Na nézzük, Baxa és Kalu mennének be a dzsungelbe, de egy kontrollőr szem lebuktatja majd őket. Nocturne közelben van, de hát ugye oda van ragasztva az ösvényhez jelenleg John, sok mindent tudod csinálni. Fallen Angel találják igen. Meg. Volt mennek be, de hát Darkrai úgy néz ki a célpont. Fallen Angel az, aki még tud érkezni. Darkrai, szadizmus időközben beindulhat, mehet is Talia a célpont, őt szedik ki, visszaüti, de nagyon messzire vonzás hullám, kettő ember még mindig ilyen kalú! Viszont érkezik John, végül megölik. Freezy az, aki alacsony életerőben, Baxa még harcon, a John nem vonul vissza, rosszul számolja ki. Baxa manája nem a legjobb, viszont a minionok is segítenek, beugrik, gyönyörű a falax, Freezy viszont még mindig él, Baxa egy-kettő alaptámadás, már a minionok befejezik! És a romlás itala együtt. Jaj! Freezy!
A számológép. És nagyon, hát ezt igazából azért számolt el, mert a katonák ott voltak Freezy mellett, de John valamiért Kalura klikkelt egyet, és így Freezy túlélte. Hiába volt a nyakába a katona, az nem őt támadta meg végül. Talál a csonnyás. Golden Tooth behúzása, sőt, kábítani is lehet, mindent rányomnak Golden Tooth az X25 darabból. A Kriktek bajban van, Mistrián lehet bajban, megint bemegy előre csont, nem is kell, megvan a hatodik szint, az alsó ösvényen is egy erős takarítás. Egy jó öreg gyilkos mélység. A Kriktek. Jézusom. 8-2 az állás, 2500 arany előny a 9. percben, és mindezt úgy, hogy torony még egyáltalán nem dőlt. Már pedig ha tippelnem kellene, akkor valószínűleg az elsőre az X25-esére mondja. Nagyon, nagyon pofátlan. Fallen Angel ott van. Erről van info, be is húzzák. Jön a kábítás, amit egyre megúsz Fallen Angel. Golden Toast is itt van. Kalujék tudnak jönni. Gabano időközben besegít, és a lefogás bőven elég. Pancs, aki bajban van, nem is fog tudni elmenekülni. Bőven elég Johnnak a sebzése, illetve a távolság is. Hát nem volt megint villanása. Megint lehet Mistriált, egy jó ég. De Kalu már mekkora sebzéssel bír, viszont Golden Tooth gyönyörű a meglátás. Sorozatlövése kivégzi a túllépő Kalut. És mindez egy kettős erősítést is hoz magával Golden Toothnak. Na, Golden Toothst on van a remény. Hát igen, egyelőre 1-1-2-ben és a legtöbb farmal rendelkezik. Nem csak a csapatában, de az egész mérkőzésen. És ugye a letaszított királykardja már szép lassan épül nála. Ugye az a jó, úgymond a Kliktek-nek, hogy bár most nem áll túl jól a színájuk, eléggé sok jól skálázódó karakterük van. Egy. Hát kettő. Azért Mundót is ide sorolnám. Jó, igazad van Mundó. De őt nem annyira sebző karakter. És azért Lucian sem kell félteni olyan szempontból, hogy egy Morganával néz szembe. Persze a Morgana le tud kötni valakit, és az rengeteg sebzés, de ez egy skillshot. Ha azzal nem talál be, azért a szennyezett föld önmagában nem olyan nehezen kikerülhető, és nem is feltétlenül rejt annyi sebzés, mint mondjuk amit Golden Toast tud kiosztani magából egy teljes ide-oda csúszkálós, fénylándzsás, stb. Dupla támadásos kombóval. Tehát jó, hát ez, a Morgan erre igazából a fekete pajzsban van, meg ne felejtsük, hogy ott van ugye a végső képesség, és az a láncokkal azért le lehet kötni egy-két embert. Ez tény is való. Na nézzük, Kalu és a hírnök találkozása, sokadik felvonás. Ebből általában a Kalu szokott kijönni jobban. Megnézzük, ha most a hírnök ilyen. Igazi trónokharca pillanat lenne, ahol egy fő karaktert megölünk, sőt, mi több, hogyha meghal a hírnökkel szemben, akkor fel se támad többet. Így van, elviszi az ürességbe, és ez milyen jó onnantól lenne. Kezdve 4v5. Az milyen menő lenne? Hát más fókusz kapna a hírnek, az biztos. Azt biztos, senki nem nyúlna hozzá. Soha többet. Fallen Angel. Ugye, mivel el lehet hozva a hírnek, ezért lehet a sárkányra menni. Dominancia megvan az alsó ösvényen, sőt, most már John is be tud csatlakozni. Először elhozzák a folyamirákat, és utána lehet tovább menni. Sárkányra. Honnan jött ez a folyamirák egyébként? Honnan, hogy utána most útjára kell nevezni. Értem, és ki kellett találni valamit. Bassza! Van bajban. Na így gyönyörűen kivéd, és hiába sok, még négyen vannak. Itt már lehet temetni Baxára a kereszt, Mistrial, illetve Golden Tooth. Én feladtam a kenetet neki előre. Szép érkezés, és ugye emberelőnyben a Kliktek, ezzel megint lehet menni sárkányra, de nem ez a cél. A June életereje azért kritikus, illetve Fallen Angel most használni a sújtást, ezért nem akar. Szép volt a kikerülés Mistriáltól. Sőt, ugye ezek az alaptámadás levédések szintén idegesítőek Punch részéről. Hát nem tudta kiszedni az őrszemet, de van másik, mondja hát, ezt Punch. Na, elkezdik végre a sárkány, mondjuk az X25 kezdje, Fallen Angel ott van, rálátás van, mind a bokorban, mind pedig a rák jó voltából. Nincs paranoia. Igen, és nem ma jön, tehát most hazamentek az alsó ösvényesek itt a Kliktek részéről, ezért nincs segítség, nincs hát akció. Így nehéz. Gabanoik itt vannak. Szegény Gabano, Draven OTP-ből Morgana Metaslave. Azért az már karrier. Na viccet félretéve, nem tudom egyébként, én szerintem halálra unnám magam egy Morganával. Elismerem, hogy ez kell a mostani metában, de azért na. Ránézzünk kicsit az arany különbségekre, amit így érdemes megemlíteni, a felső ösvény biztos. Ezért ott van, biztos kézben, de hát még ott van Kalu. Ja.
Hát ehhez képest a középső ismény tud vezetni, John. Igen. De legalább a középső ismérre visszatértek a karakterek rendesen. Nekem azért rémálmaim voltak, mikor így láttam ezeket a Tariki, meg Brown Graves, meg ilyen dolgokat, mondom, ez... biztos, hogy nem fogok supportot játszani miden, mondom, nincs az Isten. Szerencsére ez egy nagyon rövid időszak volt. Na, Fallen Angel látja a helyzetet, Freezy lehet bajban, paranójával, még lehet érkezni, csak az a baj, hogy nincs elérhető állapotban töltési időn, Darkrai időközben kap egy kis sebzést, és a szadizmus miatt visszanyeri életed egy nagy részét. Egyébként ez egy gyakori hiba, amit sok Mundo elkövet, hogy mindig kivárnak az ultjuk, ami jaj, ulti meg kell tartani. Ó, John időközben bevállalja. Megint itt van, megint bakszálom, vonzásolom ezúttal betalált, kevés még a sebzés, nem sikerül senkit visszarögni, Kualu lehet bajban. Baxa most konkrétan megmentette amúgy Fallen Angel életét, mert a vonzás hullámpot, hogy kirántotta őt a torony hatósugara alól, tehát itt csak egyet szenvedett el, hogyha ott marad, vagy máshogy rántja vissza, mondjuk torony alá, lehet, hogy Kalu be tudja fejezni ezt a gyilkosságot, így viszont Fallen Angel köszöni szépen az ingyen taxit. De úgy néz ki, hogy megtalálták Baxát, mint gyenge pontot, ja. X-25 részéről. Nincs mobilitása, ezek a vonzás hullámok nagyon későiek, pláne úgy, hogy a Fallen Angelnek még le kell szedni a pajzsát is, mielőtt ugye aktiváljuk a vonzás hullámot, mert addig nincs értelme. Hát így most konkrétan Baxa megsporolt Fallen Angelnek egy villanást ezzel a vonzás hullámmal. Na, de középen lehet menni, hírnökkel nem sikerült együttésből leszedni, de nem is kell. John elengedte. Punch itt van, John nem mehet ki. Ugye erre nem lehet kimenni, sőt, meg ugye megvan a következő, de Kaluék nem akarják benne, mert Freezy az, aki oldalról meglepetésszerűen Johnra az egységben az erő, ezzel megmenekül, sőt, le is fogják Freezy bajban, Freezy belehal. Szép volt a válasz, viszont a középső esemény a storony egyre gyengébb, nincsen Darkrai-nak végső képessége, de nem akarnak rámenni. Nem csodálom egyébként, én Mundo közelében nem egy életbiztosítást tartózkodni, még hogyha nincs végső képessége sem. A torony azért megsínlette ezt a történetet, még hogyha egy embert el is hoztak. Igen, viszont egész jól tartja magát a kliktek ahhoz képest. Megint John bemegy előre, Mistral ott van, hogy segítsen. Mondjuk kicsit megijedt szerintem, hiszen kettő ember is ott van, Baxa és Punch. Volt egyébként végső képessége Johnnak, de ezt nem használta el. És nézzük egyébként, milyen szép rálátása van az, ugye az egész pályára az X-25-nek. Mennyivel több erőforrást fektetnek erre, mint mondjuk a kliktek, a felső folyórészt látják, a vörös szederhátat látják, a farkasokat látják, mindent látnak konkrétan. Ez azért nem csak Punch érdemel, mert ennyi összemet nem tud egyedül lehelyezni. De ha megnézzük mondjuk a kliktekkel szemben, hogy ők mit tudnak ehhez képest felmutatni, azért jóval szegényesebb a rálátás, sőt, ők igazából az ellenfél pálya részéről semmit nem látnak így konkrétan. Nem van, mondjuk elég neki a középső ösvényt látni, ugye folyamatosan Baxát farmolják, John és Fallen Angel kombinációjával. Ez olyan, mint a WoW-ban az ilyen raid boss, hogy így mész a tárgyakért, ne, és újra meg újra leleved. Az a Mundo. ne keverd, ez inkább ilyen kis mini. Ja, értem, jól van. Neki nagy sebzése van, de könnyű megölni. Punch volt a játék közepe, illetve eleje fele jó megmozdulásai, de most egy kicsit alábbhagyott volna az akció dúsága. Esetleg Darkrai-t lehetne meglátogatni, mert ugye Freezy nem tudja vele felvenni a versenyt. Hát nem... nehéz. Igen, nehéz egy Mundóval. A naptűzképen ugye már elkészült, tehát Freezy szeretne a lehető legkevesebb időt Mundó közelében na, tölteni. Viszont itt hagyják ezt a alsó külső tornyot, Pengzi, illetve Gabano rögtön el is kezdi, Golden Toast az, aki megérkezik, sőt, egy egész raj érkezik lefelé, Fallen Angel, megint túlságosan előre mennek, Mistriát sikerül elhozni, aj, megmutatta magát Kalu, ő is itt van. De nincs se sárkány, se hírnök, úgyhogy ez annyira nem fog sokba kerülni. És 4v3-at szeretne kliktek, legalábbis ezen dolgozik, hogy Fallen Angel gyorsabban tud érkezni. Punch lebuktatta ezt a tervet, Mistrial, jó. Átugrik azért szépen a tobozzal, meg hát ne felejtsük el, a tengeri fantom is ott volt számára. Hát a 18. percben 1800 aranyjal megy mondjuk az X-25, ugye ez köszönhető az első toronynak is, amit a hírnöknek hála megszereztek, de összességében egyébként annyira nem tudták visszafogni a klikteket, mint azt vártuk, tehát Mundo Oké, kétszer meghalt, picit le van maradva Freezyvel szemben, de ugyanúgy folyamatosan tud farmolni,
A tornya azért még megvan, bár nem a legegészségesebb, ezt hozzá kell tenni. Középső ösvényen azért nagyon jól megindult, az alsó ösvényen Lucian úgy szintén nem áll rosszul, tehát hogy így igazából a kulcsfontosságú karakterek úgy, ahogy tudnak fejlődni. Az egyetlen hiányosság az talán Fallen Angel lehet, ugye ő farmban és gyilkosságokban, illetve most már láthatóan tárgyakban is hátrányt szenved, közben ledől a második torony is. És írod a sárkány célpont, mára megvan, erre vártak 10 másodperccel az X-25-ösök, azonnal eltűnik ez a pokoli sárkány, ez is gazdagítva az X-25 csapatát. Nagyon-nagyon jól kontrollálja ezeket a célpontokat az X-25, és ez például hiányzik kicsit a clicktekből, hogy tartják magukat, de olyan igazi célpont nincs, akit így felállnak és leszednek. Néha egy-kettő játékost ugye be tudnak szorítani, vagy rossz helyen elkapni, de ez a típusú összjáték, amiről beszéltem, és az X-25-nek megvan konzisztensen. A clickteknél ez annyira nem jelentkezik. Jó, hát azért mindent egyszerre nem lehet, ők most szerintem örülnek annak, hogy nem dobták el a meccset az első 20 percben, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy egy csapat fejlődése is lépésről lépésre halad. És amúgy nem rossz ez a választás, megint egy kombocsikrőt összehozni, Mistrián működik, Freezy az, akiben egy Fallen Angel van bajban, villanás nincs, ezért le is lesz szeretelve nagy ollólábú Edward, ez a Camille. És valami távoli rokona lehet Edwardnak. Lehet. Johnny Depperről valahogy elfelejtett beszámolni. Mindenesetre 10-7 az állás, és 2-0 toronyállás. Nem tudnak védekezni, tehát nézd meg, most is bajban van John, beváltva, viszont mekkora fordítás, császári falang, lehet, hogy érkezik az egységben az erő, Mistrial, az, aki el kellett villannia ott Kalúnak oldalról, még megy a harc, Darkrai az, akit beszorítanak, viszont megint megvan egy torony, Darkrai gyógyul, kérdés, hogy eleget, tehát úgy néz ki, hogy nem, ehhez képest a kliktek alsó ösvényen fel tudott takarítani, Kalú belehalt, egy nagy hiány lesz, egy az egyért, viszont a tornyok dőlnek. Egyelőre 3-0, hát ezen kéne valahogy szépítenie, de ez most már lesz 4 is, Fallen Angel nem tud mit csinálni. És hát a háromság hatalma az ugye elkészült viszonylag háborítatlanul a Camille-nál, sőt a Tiamat is már ott figyel rajta. Ez meg is ellátszott azért Darkrai letakarításán. Hát, oké, hogy tankos, meg oké, hogy gyógyul, de... De még nem eleget. Még nem. És hát a tényleges sebzéssel nem nagyon tudsz mit kezdeni, amivel ugye Camille bőven rendelkezik. Ráadásul az előre nyomulásnak köszönhetően még plusz sebzést is tud kiosztani bőven. Nem tudom, hogy lesz-e ideje kinőnie magát ennek a Mundónak, mint tank. Továbbra is úgy érzem, hogy Johnban van az a csapat legnagyobb reménysugara. Őt kellene valahogy kihasználni, ami viszont meg pont az ellenkezője, ugye, hogy amit már kiemeltem az előbb, az Nocturne, hogy igen, Fallen Angel nem tudott. Le van maradva, és egy lemaradt Nocturne messze nem olyan félelmetes. Tehát, hogy neki tényleg kell a tárgy előny ahhoz, hogy le tudja darálni az ellenfeleit egy-egy ulti érkezés után. Érkezni jön, tehát hogy látszik, hogy részt vesz ezekben a harcokban, de nem ő hozzá a gyilkosságot, és ennek köszönhetően ugye gyilkosság nélkül nem tud olyan kulcsfontosságú tárgyakra szert tenni időben, amivel igazán félelmetessé válik ez a Nocturne. Középső ösvényt próbálják nyomás alatt tartani, az torony nagyon alacsony életerőn van. Most nem osztják el amúgy, tehát az X-25 most úgy dönt, hogy együtt dolgozik, együtt mennek. Páncs nagyon előtt, nem sikerül elkapni senkit, sőt Fallen Angel védi le. Freezy-t küldik le, ugye Freezy az, akinek nincs párja, tehát ez itt az ösvénytolás, ez Darkrai nem tud vele mit kezdeni, Golden Toast nem mehet be, mert azonnal eltűnik. John talán az egyetlen, aki fel tudja venni a versenyt, de ő neki középen kell maradnia, hogy ott takarítsa az ösvényt, ahol 4-en vannak. Egy kicsit olyan érzés, mintha nem lenne elég erőforrása a clickteknek ahhoz, hogy egyáltalán megtartsák a térképet. Mert nincs. Mert hogy nincs. Igen. Lehet azért ilyen érzés. Erre még nem gondoltam. Ugye, amikor a csirke macska ízi. Akkor el kell gondolkodni, Baxa az, aki tudja tartani, akit még felküldtek a felső eseményre. És igen, megint ez az erőforrás hiány, mondjuk Baxával lehet elbánik Fallen Angel. Ugye ő az, aki még, mondtuk, hogy nem feltétlenül nőtte ki magát, de azért Baxa nagy hasonló hátrányban van.
Őszintén szóval nem nagyon tudom, hogy Fallen Angel mit keres most jelenleg a déli dzsungelben, mert maximum a halálát találhatja meg. Bosszút. Ha nehogy Isten bemenne végső képességgel Bandot. Mondjuk Kamira, szerintem ő abból rosszabbul jön neki egy Hextech ultimátumot követően. Tehát egy... Mondjuk Darkrai-ja a karöltve lehet tudnak valamit kezdeni, nem. Bár szerintem még nincs sebzés abban a mundóban. Fallen Angel kb. Egy Q, egy alaptámadás, és még egy Q, enyhe túlzással. Kb. Ennyi lenne Freezynek. Tehát két ilyen precizitási protokoll, wow, micsoda képesség név, tehát azzal bőven le tudja darálni Fallen Angel-t. Oké, van egy stopper óraja, meg egy mágikus pajzsa, azzal valamennyire tud időt húzni, de nem hinném, hogy ez egy életbiztosítás, hogy Fallen Angel szembenézzen Freezyvel. Most ez... Előbb-utóbb ki fog derülni, mert Freezy nagyon arcoskodik, és ez könnyen visszaüt. Tehát egyelőre az X-15 uralja a pályát teljes mértékben, a 45 másodperc múlva éledő sárkány lehet ezen. Egy kicsit fordít, legalábbis ki kell jönni a Crickteknek, hogyha nem akar még egy hosszú távon hasznos célpontot adni az X-25 játékosainak. Ugye élet most már azért 3,5 perce a Baron. Messzapotban egyébként jó, hogy Darkrai lent tartja Freezyt az alsó és milyenekének. Ugye van teleportja, és hát Darkrainek nem igazán van lehetősége ezt megszakítani. Viszont amíg lent tartja Kamilt, addig én úgy gondolom, hogy az X-25 csapat harcok, meg úgy sebzés, meg úgy minden terén többet veszít Kamil hiányával, mint amennyit a Crickteknek. Ó, mondjuk, hogy a Johnt elkapják, akkor lehet itt fordítani. Na jó, oké. Arra is számítottam, hogy arra fog menni. Igen, nem akarta behúzni Mistriát, ez nem Miss Click volt, hanem egyszerűen Mistriát nem akart. Mistriát Click? Így van, nem akart bemenni. Jó, viszont ott nagyon rossz helyen van Baxa. Őt lehet akciózgatni. Villanás, vonzás, nem három ember. Kérdés, hogy elég. Érkezik Kalu is. Meghal Bax, ő az első. Viszont Páncs hatalmas sebzéseket képes osztani ott hátulról. Sőt, megérkezik Kalu is. Gabano nagyon alacsony illető. A Crickteknek meg fogja nyerni ezt a csapatharcot. Freezy nagyon későn. Nagyon későn csatlakozik ebbe. Mistriálék még tudják követni. Mert itt van ez a 2v2, amit nem hiszem, hogy meg tudnak nyerni. Baxa rossz helyen van. Mistriának szép volt a kicsúszása. Igen, hagyta, hogy Darkrai. Hát Darkrai meg így beáteré, mint egy bodyguard. Na igen, hát... A Crickteknek megnyerte a csapatharcot, nem is akár hogyan, gyönyörű kezdeményezéssel, aztán pedig szép kivitelezéssel. Hiányzik a sebzés az X-25 részéről, amikor nincs ott Freezy. Igen. Azért pedig... hiányozni fog hamarosan majd egy Zonya homokórája, ugyanis a stopper órát ebben az összecsapásban elhasználta, de még így is az életével fizetett érte. Ettől függetlenül azért ez egy jó segédeszköz. Nézzük a Fallen Angel Freezy, eddig egy precizitás már. Ezt mondtam, tehát hogy Freezy ellen Fallen Angelnek esélye nincsen. Tehát ő nem tud vele mit kezdeni egyedül, mert hát látod, mi történt. Ugye most már ott van a Sterak is rajta, tehát hogy még csak leburstölni se tudja, mert akkor megkapja a pajzsot is itt. Hát jó. Igen, ja, nem beszélve a passzívjáról. Nem van a kettő fontos tárgy, ugye. Kiamatot kivéve. Hát az is. Hatalma Sterak. Az is készül. Kombó. Dariusokon szoktuk gyakran látni amúgy. Igen. Na hát a John. John rajtad van a világ, legalábbis az EBL nézők szeme. Ugyanis minden bizonnyal ő jelenti a legnagyobb reményt még mindig a Crickteknek számára. Az előző csapatharc megfordításában is azért volt része bőven, és mindeközben Mondó és meghalt. Erről lemaradtunk. Darkrai belehalt. Ó, jött a torony is vele együtt. Igen, az a tornyot már rég sanyargatta Freezy, de közben középső ösvényén is ugye leesik az Asgir torony, ezért ott kell hagyni. Érkezik időközben az egységben az erő, lehet, hogy most Freezy megbánja, hogy olyan mélyre ment, hiszen Mistriál és Fallen Angel tudja nagyon nyugodtan lesebezni. Nem tudott egyszerűen visszahozni semmit. És kaptak érte ráadásul egy elég vaskos fejpénzt is, ugye 6-1-be volt az a Kamil. Sen lelki menedéke volt itt a megmentő szerep. Ez még mindig egy gyilkosság, egy T2-es toronyért cserébe. Viszont Baron lehet. Ember előny megvan, ugye Freezy az, akitől nagyon félnek. Sárkányt elhozzák, bár a legjobb sárkány ever. Ne szóld le a felhő sárkányokat, ők is érző lények. A baronasort viszont elkezdi a Crickteknek.
Kalu itt van, Baksa is, mindenki freezing kívül. 4v5, Mistrial előre megy, három ember lövi, de még mindig tartja magát. Darkrai végre megérkezik, mint a tank. Páncs nem tudta végül befejezni Mistrialt, de úgy néz ki, hogy a baront megszakítják, és ezzel elértek a céljukat az X-25-ösök, sőt még ugye távolra a Kalu tud sebzés használni. És igen, itt az X-25 ugye ezekben a célpontoknál felgyűlésben, és magán az ostromban erősebbnek bizony a Quicktekhez képest. És az, hogy hazaküldték őket, akár ők is elkezdhetik, mondjuk egy erős húzás lenne. Viszonylag gyorsan vissza tudnak érni, ugye a paranoia az nem elérhető jelenleg, és el is kezdi az X-25 egyébként a Baron Nashor. John itt van, viszont Nocturne, azaz Fallen Angel még csak a bázisban, de az X-25 valamiért abba hagyja, egyedül John jelenlététől is picit eltántorodnak, pedig látják, hogy Darkrai bottom van, ráadásul TP nélkül. Igen, igen, ez a TP nélküliség, ez vissza fog jutni nagyon gyorsan. A Freezinek sincsen, ezért nem csatlakozik hozzá, mint párja. Darkrai-jal szemben nem áll most fel. Inkább nincs célpont az X-25-nél. Le vannak ütve ezek a belső tornyok, immáron csak inhibitor tornyok vannak. A Quicktek pedig nem tud ezen fordítani, egyszerűen nem tudnak kijönni, folyamatosan be van tolva az ösvény. Így marad ezek a felemás sárkányok, ami harmadik még mindig nem jelent meg. De ott van, egy felhő. Nem érdekes. Mi láttuk. Biztos az. Mármint, hogy... Na jó, ez már rasszizmus, kérem szépen. Nem. Azt mondod, hogy a fehér sárkányok nem elég jó. A Morgánának a mozgási sebesség az egy olyan fontos dolog. Szerintem... Mint? Hát mint nekem a Rise videó. Amit azóta se láttam. Na, de Fallen Angel, lehet, hogy én se fog sokat látni. Ezt kivédte, jó volt, de azonnal jön a követés, sőt, Hextech ultimátum! És hát ez nem tartott sokáig, még a végén egy paranoia. Tudod, mit nem fog látni Fallen Angel a következő 40 másodpercben? Színeket. De az is lehet, hogy a Baron Nashor sem, ugyanis ezt ebben a pillanatban el is kezdi, mondom, elkezdi, na, jó, script szerint haladunk, tehát elkezdi az X-25 a baront. Golden Toast, az aki esetleg sorozat lövéssel be tudod-e még piszkálni, John jöhet, de inkább kimegy az X-25, Mistrial van bajban, vissza is lökik, Darkrai ez a három ember között, Gabanónak a sebzése nagyon jó, szóval Golden Toast az, aki még oldalról tud fordítani, és a Quicktek megint egy csapatharcot fog nyerni. És úgy néz ki, hogy megint el fogjuk beszélni a prediction. Na jó, nem, Kalu még tudja tartani magát, nagyon szép a sebzés John-tól, beszorul mind Kalu és mind Baksa, baj van. Megnyert a Quicktek még egy csapatharcot, egyszerűen jobb a felállás, Darkrai vissza tudott adni három embert, Golden Toastnak jobb a sebzése, Gabano pedig hiába fogott le három embert, de nem tudta megölni Mistrialt, Fallen Angel pedig már felélet, hogy megkapja a baron erősítést, Punch pedig rendszeresen olyan ellenfelekre használja a végső képességét, akik egyszerűen csak aranyjá változnak. Igen. Az a baj egyébként ezzel a helyzeten nagyon felemás. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a Fallen Angel és bármilyen pont nem volt annyira jelen ebben a harcban, de tehát, hogy a Quicktek képes csapatharcokat nyerni, eddig nem tudták ezeket igazán célpontokká változtatni. Tehát hiába nyertek most már kettő csapatharcot is, amik azért eléggé ilyen teljes all-in feeling volt. Nem tudtak egyszerűen tornyot hozni. Talán a Baron Nashor fog ezen változtatni, de amíg nem tudnak ebből valami maradandót is alkotni, addig ezek a győzelmek mondhatni semmit nem fognak jelenteni, mert azért az X-25-öt sem kell félteni. Nyilván több kombó lehetősége van azért a Quicktek-nek, viszont ha azt az egyet kihúzzák, tehát ugye gondolok itt a paranoia egységben az erő párosra, és azzal nem sikerül senkit megölni, akkor viszont elég nagy hátrányba kerülhet a Quicktek, és ott már tényleg csak Johnon múlik, hogy mennyire gyorsak az ujjai. Én azt mondom, hogy beválik ez a kettős skálázódó karakter. Darkrai nagyon sok mindent el tud már viselni, és John nagyon jól áll neki ez az azír választás. Középső ösvényt úgy néz ki, hogy fel is kell adnia az X-25 eSportsnak, ráadásul 1 perc 25 másodperc a sárkány, amire még mindig tarthat igényt a Quicktek, mondjuk Freezire továbbra sincsen válasz. Igen, és ez lett volna a másik, hogy őt még mindig nem tudják lekezelni, csak több emberrel, és úgy viszont már nem biztos, hogy csapatharcot nyer a Quicktek. Kérem, hogy az előző csapatharcban hiányzott a Hextech ultimátum szerintem. Tehát, hogy te használtak Fallen Angel-re, Darkrai-ra most rámegy Freezy, Darkrai-ból kihúzzák a szadizmust, egyszerűen elfut, sőt, ezzel tudják, hogy hol van Freezy, és azonnal megint az egész Quicktek.
az ő de milyen sebzést osztott ki, te jó ég, ez valami brutális volt, és ugye ez egy darab precizitási protokoll volt. 16-15 egyébként az állás a Clicktech javára, de Darkrai végső képesség na, nélkül el fog olvadni. Mondjuk itt van Mistrián, ez sikerül, sőt, még a Paranoia is után három darab végső képesség megy ki csak azért, hogy Freeze-t elkapják, és mert ez még mindig nem történt meg, ezt is megúszza. Mindjárt el fog tudni ugrani, mondjuk pont beleugrik majd Golden Toasté kezei közé, villanás, de ott már nem tud tobozzal elmenekülni, és semmit nem tudott erre válaszolni. De négy ember kellett hozzá. Négy. Négyen üldöznek egyet, de az ember előny ez kellett. És mondjuk négy végső képesség. Igen, a végső képesség hiánya az meg fog látszódni itt a sárkány harcnál. Pungyék esetleg bevállalhatják. Mondjuk megint megkérdezem, hogy megéri-e. Tehát ezt nem engedheti meg magának a Clicktech, hogy ennyi erőforrást áldozzanak csak arra, hogy Freeze-it kiszedjék a harcból. Persze egyre többet fog érni, hiszen egyre nagyobb szintű, haladunk előre az időben, és egyre tovább halott. De ez még akár megbaszulhatja magát. Na, hozza már a második tornyát a Clicktech, és úgy néz ki, hogy a hanvaiból áll fel a jó csapatválasztás miatt. Kalu most nem tud olyan sok sebzést kiosztani, rendszeresen azon, hogy egyszer ráfutnak, és nem tudja jól használni a képességét, nem tudja szépen kontrollálni az ellenfeleket. Akár Johnról van szó, John egyszerűen bemegy, császári falangsz, és már is Kalu rossz helyen találja magát. Darkrai esetében pedig tök mindegy, hogy most hova löki, befut az arcába, és elkezdi püfölni. És Kalunak ez eszméletlen zavaró. Baxa ugye nem tudja megvinni, és nincs olyan, aki lehúzza róla, mert Freezy ekkora előnyben nem azt a szerepet tölti be, hogy leszedje a csapattársairól az ilyen zavaró tényezőket, hanem sokkal inkább támadni szeretne, Golden Toastot megölni, Fallen Angelt megölni, esetleg még Johnra is van lehetősége. Ráadásul most már egy őrangyallal is rendelkezik Freezy, tehát még bátrabban mehet előre. Mindenképpen Gamanu-nak lenne ugye ez a szerepe, tehát hogy ő az, aki ugye a lélekbéklyókkal megfogja az ilyen beugrós karaktereket, de ő is amúgy azt csinálja a csapatharcokban, hogy előre villan, és zónja, és lélekbéklyó, és három embert üldöz el maga mellől. Mistrián, szép védekezés, időközben a harmadik torony, de Johnnak vissza kellene jönnie időben. Freezy, aki még bemegy Darkrai-ra. Ki akarja húzni belőle amúgy a végső képességét, percelt fal, és nem tudnak válaszolni erre az inhibitor tolni leütésre, és még Freezy esetében is lehet az alsó ösvényt tolni, John viszont már megérkezett, az eskulem a semmire! Jaj! Hatalmas hiba! Ez nagyon-nagyon nagy baj, Fallen Angel mehet, sikerül lefogni, nem sikerül senkit felbőszíteni, ez jó lehet most az X25 10%, Freezy az, aki bemegy Johnra, azonja. Mistrián hal bele először, Kalu az, aki megeszi egy egész sorozatlövést, a béka egy kicsit még segít Freezy oldalról. Ezúttal most hátrányban van a Clicktech. Igen, ez egy 1-0-ás csere egyelőre az X25-nek, és hát láthatjuk már most, hogy Freezy mi mindenre képes. 5 tárgynál jár, Johnnak és egy kombóból Darkrai-nak a fél életerét képes leszakítani. Na, Darkrai megint elő, a Freezy az, aki bemegy, tudja, hogy nincsen homokóra, ezzel lehet akciózni, Freezy ugye vissza fog éredni ezért, mert olyan mélyre merészkedni. De nincs villanása. Időközben viszont megint négy embert tart fenn Darkrai, ezt nem mennek be. Nem tudják lekövetni Freezy-t, Kalunak nincsen manája, nem lett volna szabad Freezy-nek oda bemenni. Egyáltalán nem, az első elképzelés, illetve a csapatharc jó volt, utána viszont egy kicsit túltolták a dolgot, és hát őrangyal ide vagy oda, a többiek nem tudták őt követni, villanása nem volt, három ember között pedig egyértelműen elhalálozott az a bizonyos kamil. Hát szerencséjükre egyébként se sárkány, sem pedig baronnasor nem éled a következő 25 másodpercben, így ez a hiba most ezúttal megbocsátható valamelyest. És hát mégis lejött egy középső inhibitor torony, de az inhibitornak kellett volna leesnire, hogy ezt megérje. Mert így oké, elhozták a csapatharcot, de annyira akarták erőltetni az alsó inhibitor tornyot, ahelyett, hogy itt a közepet támadták volna tovább, nem értem. Hát mondom, Freezy-nek a beérkezését azt én sem igazán értettem, hogy itt mi volt a cél. Hát jó, nyilván John szerette volna megölni, de ez nem igazán jött össze. Ráadásul Johnnak ugye ne felejtsük el, van Zonya homokóra, ami hamarosan aktiválható lesz új fent. Ez sokkal hamarabb lesz aktiválható, mint ugye viszonylag a passzívja az űrangyalnak. Hát az biztos.
Az biztos. De kérdés, hogy mit vesz utoljára Freezy. Pörölj már, ott van nála, ebből készült egy haláltánc. Clicktech nagyon akarja ezt a baront, és nagyon gyorsan akarja. Freezy az, aki megy előre. Meg tudja akadályozni ezt a baront az X25-10-port, ez itt a kérdés. Meg akarják-e? Válaszoljatok Instagramon. De úgy néz ki, hogy nem. Három embere sok vonzás hullám, ez nem rossz, viszont Fallen Angel szét fogja szedni Baxát. Egy kis időhúzás, de ott hárman vannak rajta, ez biztos halál. Időközben viszont megnézzük, hogy a Freezy mennyit tudott dolgozni a toronyon. Darkrai villania kell, torony megvan. A John hazaérkezett, ezért menekülésre kényszerítik Freezy-t. Egy újabb inhibitor torony, de az inhibitorok még mindig ott vannak. Egyiket sem sikerül. Darkrai, sikerül lefogni, mondjuk hát van felmentő sereg. Ez a senkit kategória, hogy egy Mundót lefognak egy Morgánával, az sokat nem fog érni. Mundót zavarja talán. Na, hát csapda. Pedig, pedig Mundó oda megy, hova akar. Hát, megnézzük, Punch, illetve... Freezy nem így gondolja, végső képesség nincsen, szadizmus nem lesz, kábítás, Freezy időben meg fogja ölni, itt ez ember, hát ez nagyon meg fog látszani a Clicktech részén, azonnal indulnának is haza, sőt sikerült is, egy ember maradt itt, Fércet falállította meg, Kalu az, aki vissza tud sebezni, sorozatlövés van. Ez viszont kulcsfontosság, hogy a lövésze jelenleg nincsen a bázisban a Clicktechnek. De az X25 végül nem akar kockáztatni, inkább elengedik ezt a két nyitott inhibitort. És Freezy-t se tudja elkapni a Clicktech. Elég mocskosul bement, megint Mundót sikerült, hogy kettőknek elhozni. Hát most már azért kezd érződni, hogy Mundó van, minthogyha szépen lassan Freezy-nek is nehezebb dolga lenne, de ugye még ő se fejezte be az utolsó tárgyát. Feltételezem, hogy egy tüskevért lesz majd a befejező. Na, három darab. Sárkány mellé, az ősi sárkány. Nem, négy. Ja, nem, ja, már ott van a felhős sárkány, nem szóltam. Na nézzük, ősi sárkány, hát az X25 nyilván erre kilépne, de érkezik közben. Hát megint Freezy, egyáltalán nem érdeklik ezek a csapatharcok. Középső inhibitor. Az a falhorog mellé. Behúzás nem rossz, viszont ez egy ingyen sárkány a Clicktechnek, az első ősi sárkány, folyamatosan égni fognak, 4v4-ben kell küzdeni, Gabano lehet bajban, lefogás, megvan kettő ember mínusz. Golden Toast-ra megy, John bemegy és kettő gyilkosságot elhoz, Freezy, megvan viszont a kettő inhibitor. Így viszont megértett talán. Hát, 4-2-ért, és azért ez nem a legegyszerűbb, Darkrai még tud előre menni, sőt a Baron is ott van még rajtuk, nem is kevés ideig. Lehet ez befejezi itt a Clicktech. Na ne. Hát jó, lehet, valószínűleg nem, 30 másodperc elég sok, John még itt keresi a gyilkosságra a lehetőséget, Punch az, aki szeretne takarítani. Johnon már, vagy még ott van, a Baron erősít, és ezzel lehet menni. Középső inhibitort biztos elhoznak. Hát azt illene, de akár még be is fejezhetik, ezt még mondom. 15 másodperc 26 van Baxáig. 27 Freezy. A Clicktech a hambaiból be fogja fejezni ezt a mérkőzést. Punch nem tud ezzel mit kezdeni. Ezt nem hiszem el, és nem szavaztam rájuk. Az X25 elszámolta magát, és úgy néz ki, hogy egy újabb prediction hát megy a kukába, hölgyeim és uraim. Ezt nem hiszem el. A Clicktech végül gyönyörű szépen befejezi a mérkőzést. Jobb csapatharcok, ügyes húzások, és egy jó végjáték. Mit mondtam a nap elején? Hogy ez egy izgalmas mérkőzés lesz, és az lett, és én se hiszem el, hogy a Clicktech megint megcsinálja, megint meghúzza a lehetetlent, és megverik az X25-öt.